Na nézzük akkor meg ezt a személyiség tesztet. 16 personalities, 16 különböző személyiség gondolom én jöhet ki belőle. Nem tudom, hogy az én személyiségem mennyire komplex, én nem gondolok erről túl sokat, nem szoktam ezen agyalni. Mindenesetre, aki rólam semmit nem tud, vagy valaha érdekelte, hogy én egyébként mit gondolok más emberekről, vagy saját magamról, akkor most ezt megcsináljuk egyszer és utoljára, akit érdekeltek nézze végig, hogy ez a csávó pszichopata, vagy csak szociopata, vagy véletlenül mindkettő. Reméljük ebből ki fog derülni. Nézzük meg. Bár, te súlytalan fasz vagy. Sziasztok emberek! 2024-ben, elvileg még januárban, amikor ezt látjátok, ismét felkerült egy új videó csatorna tagoknak. Igen, él a csatornatagság, ti is hozzá tudtok járulni, hogyha szeretnétek 600 forinttal a súlytalan csatorna működéséhez. Ezen alkalommal Discordon kaptam egy videót az eredeti feltöltőtől, amiben annak próbál utána járni, hogy vajon néha a reakció videókat miért nézik meg többen, mint az eredeti alkotás, vagyis mi a reakció videók titka, miért működnek, miért érdekli az embereket ez a mű faj, erre próbál ő elég egyetemes, egyetemi szintű megoldásokat keresni, én pedig erre reagálok, hogyha van kedve támogatni, illetve megnézni ezt a videót, meg az eddigi feltöltöttet, akkor csatlakozz, és nagyon szépen köszönöm, hogyha ezt megteszed, na folytassuk a videót! pacsi ez a 16 személyiségi egy csak egy hatalmas nagy átverés. Valójában nincsenek tudományos adatok mögötte. Egy anya-lánya duo fejlesztette ki, és sosem tudták bizonyítani a hitelességét. Engem ez tökre elkerült, mert én nem kutatok ilyen dolgok után, nem szoktam ezt nézegetni, de hogyha már itt van egy ilyen előttem, akkor elbánok vele. Én legutoljára szerintem Pokémonos személyiségtesztet tesztet töltöttem ki. Vagy Nintendo-sat. For real. Na mindegy. Let's go. Ingyen személyiségteszt. személyiség teszt. Neris Type Explorer, ez az, uh, nem tudom milyen copyright, de menjünk tovább. Légy önmagad, és válaszolj őszintén, hogy megismerhesd a személyiség típusodat. Elmondanék egy apró történetet, ami lehet, hogy ezt igazolja, de ki is találhattam, lehet hogy az egész egy full kamu. Ma reggel találkoztam egy, egy addig általam ismeretlen személyen. Nem mondom el direkt, hogy, hogy, milyen intézményben, vagy mindegy, egy... egy, egy... úgy akarok, rá akarok titeket vezetni egy picit, tehát, hogy találkoztam egy emberrel, aki segít nekem valamiben tegyük fel, hogy egy ügyemet segít elintézni, de most találkoztunk élőben először. Nem, előtte korábban semmilyen nem volt, és felismert, hogy jó, itt a cringe bét valahol ismerlek, és uh, miután megtörtént ez, a, ez az eszmecsere, nagyjából egy 3 4 óra volt, és utána azt mondta, hogy tök durva, hogy pont ugyanúgy viselkedek, meg ugyanolyan vagyok, mint amilyenek a videókban látott engem. És mondta meg, hogy igen, nehéz is lenne elrejteni, főleg élő műsorokban, streamekben azt, hogy... Uh, valójában milyen a személyiségem, vagy milyen vagyok, valószínűleg ezért nem live-ol a dancsó. Na, szóval ezt el akartam itt mondani, légy magad, igen. Tudd meg, milyen hatással van a személyiség típusod az élet különböző területeire. Tekints meg az opcionális prémium anyagainkat, azt most nem tekintjük meg szerintem. Na, gyakran szerzel, szerzel új barátokat. Egyet értek -e, vagy nem értek, egyet vagy köztes? Ö, na, hát... Ö, fú, ide, ide most be lehet tenni valamilyen izzasztó zenét, hogy bár, bár nem tudja, hogy melyik felé tekerjen. Alapvetően elég introvertált vagyok, nem sokat mozgok el otthonról, nem gyakran szerzek új barátokat, viszont hogyha új emberek közé kerülök, nagyon könnyen elkezdek beszélgetni. Szóval nem tudom, nem vágyok új barátokra, de én azt gondolom, hogyha új emberek közé vet a sors, akkor elég könnyen megtalálom a hangot. Véletlenül azokkal, akikkel uh, amúgy is megtaláltam volna. De ezek, ha azt kérdezték volna, hogy gyakran szerzel -e haragosokat. Szóval én én való középre pályázom magam, mert nem gondolom azt, hogy én ezt uh, rendszeresen megérem, de az hogy egyáltalán nem. Sok időt szentelsz olyan különböző dolgok megismerésének, amelyek felkeltik az érdeklődésedet. Ez nagyon furcsa kérdés. Olyan különböző dolgok megismerésének, amik felkeltik az érdeklődésedet. Ez valószínűleg maximális egyetértés, nem? Mert nagyon sok olyan dolog van, ami érdekel, és ezzel sok időt töltök. De ez kire nem igaz? például mondjuk, aki él nappal sorozatokat néz, arra ez nem igaz maximálisan? Vagy, vagy, nem tudom, hogy kell ezt értelmezni. Ezután a személyiségteszt után kideríthetnénk, hogy milyen kenyértípus vagy, illetve hogy melyik szereplő vagy jó barátokból. ne az úgy nincs is barátja, és egy iri streamernek. Jó, arra megyek, hogy egyetértek ezzel. Szerintem sok időt szentelek. Ezeknek a streameknek is hála sok időt szenteltek, mondjuk barni munkásságának. Ami amúgy érdekel. Ha sírni látsz valaki, gyakran téged is a sírás kerülget. Ez para. Ez olyan, mint az... Én azt hittem mindig, hogy a sírás pont olyan, mint az ásítás, hogyha látod, akkor téged is stimulálni fog. Úgyhogy én... Én sajnos egyet értek eléggé. Hogyha valakit látok sírni, akkor azért úgy érzem, hogy az én szemem... De attól függ. Mert hogyha azt látom, hogy sír, de olyas miatt, ami hülyeség, meg ami abszolút nem érzelmileg megható, akkor nem érzem azt, hogy... Bennem is elindítja ezeket. Viszont, hogyha azt látom, hogy mondjuk... Valami nagyon szomorú dolog történt, ami tényleg megható, és valaki sír, akkor lehet, hogy nekem is sírnom kell. Szóval ez egy ilyen, ez egy ilyen szitú, uh, akkor inkább ezt nyomom meg, nem a, nem a legszérsőt. Gyakran, ja, ne, gyakran nem csak B-, hanem, gyakran nem csak B-, hanem C-terved is van. Van nekem K-tervem is. Persze, hogy ne. Tudjátok, az a <laughs> Na, mindegy. Általában nyugodt vagy, még nagy nyomás alatt is. Mit gondoltok -e erről, chat? Szerintetek nyugodt vagyok nagy nyomás alatt, vagy, vagy, vagy megőrülök? Ilyen a ki informatika órákor régebben, mert a tanárnak mint a parancs lett volna. Mármint a tanárnak kiadták? Szóval szerintetek igen, nem, sírtál Titanic végén? Nem. Az meg, vagy de? Volt olyan film, amin sírtam, több olyan film is van, amin sírtam. Komolyan, de olyanok, hogy így miért sírok? Szerintem kettő film is voltam, amit is írtam. mind a hogy valaki meghal, mondjuk rákba, és akkor ott marad az egyik. Tudod, ilyen nagyon szívszorító cuccok. Én valami ilyesmi, 10-8-10 éve láttam. Szerintem nyugodt vagy. Én, én, én maximálisan nyugodt maradok. És tudjátok, hogy miért? Azért, mert... 8-9 éve dolgoztam kínaiaknál, vagy kínaiakkal. És ott az meg más nem segített, mert egy idő után rájöttél, hogy oké, okay, vagy megőrülsz, vagy nyugodt maradsz. Tök mindegy, mi történt. Felgyullad a ház, akkor is nyugodtan megyek, és szépen eloltom. Egyetértek. Különböző rendezvényeken csak nagy ritkán próbálsz új embereket megismerni, és inkább azokra koncentrálsz, akiket már ismersz. Ez régen így volt, most már nem így van. Tehát alapvető, alapvetően rendezvény és rendezvény között is van különbség. Hogyha elmegyek egy baráti meghívásra, akkor abszolút vegyülök, és szerintem nem, nem az van, hogy úristen, próbálok végig egy emberrel beszélgetni, ha viszont mondjuk egy olyan helyre megyek, ahol a társaság nagy része nem is beszél angolul vagy magyarul, akkor, akkor kicsit, akkor nekem nehezebb oda és nem tudom, elkezdeni mondjuk kínaiakkal, kínaiul elkezdeni beszélgetni a szar kínaimmal. Szóval az például kurva cringe nekem. Tehát azt inkább kerülöm. Különböző rendezvényeken csak nagy ritkán próbálsz új embereket megismerni, és inkább azokra koncentrálsz, akiket már ismersz. Inkább azokra koncentrálok, de nem, nem a szélsőségben megy át. Szerintem inkább azokra koncentrálok. Boom! Next! Hát ez ideig tök könnyű volt, srákok. Oké, okay, 10% megvan szereted befejezni a projekteket, mielőtt belekezdeni egy másikba? Bár csak így lenne ez, atya úristen. Ki a... Tehát nyilván szeretem, de nem tud így történni. Most akkor arra hogy válaszoljak, chat? Mondjam azt, hogy persze egyetértek, vagy mondjam azt, ami reális, hogy egyáltalán tényleg így történik-e? Vagy... vagy egy középút? Mert szeretem befejezni, mielőtt belekezdenék egy másikba, de sokszor nem ez történik. Azóta is várom a Pokémon részt, tessék. Azóta se volt, Hány generációnál hagytam abba a top 10-es listát? 7 éve? Vagy 6 éve? Tudom, hogy nagy meló, de még mindig jöhetnek kraftolás. Bro, adjatok, adjatok, nekem időt és pénzt hozzá. Nem, 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 nem. Hiába szeretem csinálni, sajnos nem érdekel sok embert, és arra meg nem tudok építeni, hogy itt éjjel halljak. ilyen hajak. Ilyen hajak abból, amit abból, amit nagyon szeretek csinálni. Ez ilyen ismerik meg jobban Bánát stream. Pontosan, Ancs ezt tudja. Először csetel, de tudja. Gratulálok. Járna a taps, hogyha a stream deckembe bele lenne programozva, de már ezer éve nem programoztam vissza, mert béna vagyok. Nem béna vagyok, lusta. Szóval, szeretem el befejezni, szeretem. De most ez mi, mit, mit, mit kéne itt bejelölni? Jó, oké, okay. egyetértek nagyon. Szeretem befejezni, jó érzés. Aha, jó érzés, igen. Akkor inkább a Machiavelli tesztet törjük, ki, az érdekesebb lenne picit. Na, no, nem, nem. Én nem akarom, hogy kiderüljön valami nagyon durva dolog. Nagyon szentimentális vagy. Mm, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye azt jelenti, hogy érzelmes? Nem. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon racionálisnak gondolom magam. Aztán ki tudja, milyen vagyok. Csak szerintetek én érzelmes vagyok, vagy inkább ö, földhöz ragadt, racionális és ö, tényekre alapozok mindent? Mennyire hagyom, az érzelmeim ö, maguk alá kerítsenek? Szerintem igen, de csak kicsit. Komolyan? Egy HP? Az mit jelent? Ez a kvíz kiderít, hogy milyen kenyér vagy? Azt nem. Sajnos azt lehet nem. Én nem gondolom magam annak, de miből gondoljátok, hogy ilyen szentimentális vagyok? De most for, Mibe real? Miből gondoljátok? Láttatok ti már engem érzékenyülni? elérzékenyülni? Egy egyszer igen. Nem. Talán tavaly, tehát nem 23 ban 22 szilveszterén volt egy stream, ahol valami elkepesztően sokat donételtettek, és ott, na ott, ott, az, ott, ott, úgy éreztem magam, hogy wow. Ott lehet egy kicsit igen, maga alá kerített, mert nem, értettem, hogy miért csináljátok. De szerintem, hogy eléggé ilyen izé vagyok, ilyen kis ö, Próbál! próbá, de ha nem, ha szerintetek sem, de egy lecik megoszlik. Merebb vagyok, mint az, izé, a izé. döglött lazac. Ha jutsz sírni valakivel, a szentimentális felé tudodik, szerintem jó, de ez más, mert az egy reflex, olyan, mint az ásítás pala. Ha látsz három embert ásítani a metron, az meg te is elnyomsz egyet, mert nem bírod ki. Nekem így van a sírás. Amikor az áviás emlékezős adás volt, akkor igen. Ja, igen, persze, mondjuk. Jó, azt ki, de na. Most ott a kerülget a sírása valaki. Sír, igen, de nem érzelmileg. Tehát, hogy, vagy érzelmileg? Az végül is érzelmi reakció. De ez nem egy izé. Vagy a fene tudja. De szerint nem olyan, nem olyan az a sírás, mint hogyha valakit hallasz röhögni, és neked is röhögnöd kell. Lehet a középső. Le lehet a középső a megfelelő. Nem, nem, tudom, nem tudom, nem tudom eldönteni. Előnyben na, na. előnyben részesíted az olyan rendszerező eszközöket, mint a napi rendek vagy a listák próbálkozom. Ezt szerintem minden ez két típusú ember van, van, aki kurva jól csinálja, van, aki kurva rosszul csinálja ezt. Én kurva rosszul csinálom ezt, de nagyon próbálkozom. Tehát ilyen naptár, határidő, napló, Google Calendar. Figyeljetek, tehát, hogy csak, így, csak így mondanám, hogy hány füzet van itt, amin, amiben nekem dolgaim vannak bejegyezve. Előnyben részesítem. Nagyon fura ez a kérdőív, nem tudom, hogy előnyben részesítem-e őket. Ja, csak szar vagyok benne. Itt nincs jó vagy rossz válasz, ne így fog fel. Persze, persze, csak tudni, nehéz válaszolni, mert tudom, hogy valami a végén rólam, ki, ki kéne, hogy derüljön. A legkisebb hiba is elég ahhoz, hogy ez a saját képességedet és tudásodat. Ez is fiatalon szerintem nálam így volt, legtöbb embernél fiatalon így van, legtöbb embernél így, így gondolom, de aztán később ez változik, szóval jelenleg ma nem mondanám. Nem jelent számodra problémát, hogy egyszerűen csak odamegy valakihez, akit érdekesnek találsz, és beszélgetni kezd vele. Hát azért jelent. Tehát például képzeljétek el, sétáltunk egy bevásárló központba, és, meglá és sétáltunk, és megláttam Henry Kettnert és a Rékát, Rebekát, bocsánat, ebédelni, és nem mentem oda. Pedig egy ilyen lehetőségem volt. Sőt, egyszer Anfieldhoz uh, sem, vagy Anfieldhoz sem mentem oda. De inkább azért, mert nem akarom hogy, Most érted? Most hogy mi? Jaj, te vagy a gírhes geci? Nem, tehát hogy... <laughs> Amiatt, amit csinálok, ez olyan, hogy így nem akarok másnak kellemetlenséget okozni. Tudod? Ha ő nem akarja, én nem akarom ezt így, így behozni az életébe. De, na várjá, egyszerűen csak oda megy valaki, az, akit érdekesnek találsz, és beszélgetni kezdj vele, hmm, nem jelent problémát. De azért nem mondanám, hogy kurva jó vagyok benne, szóval inkább ezt. Szavaznám meg. Nem lehet néha ideglenesen angora váltani, hogy jobban értsük, mire gondoltak a kérdéssel? Ja, mm -hmm. Fox, értem, hogy mi itt a gond. Most már én, most már kezdem, erre. Aha. Ups. Azt hiszem, baj van. Nem, megegyezte. Jó, biztos, hogy többet nem nyomom el. Maradunk magyarnál, mert most már nem kezdjük előről. Mindig arra gondolok, hogy mit is mondanék pont én neki, mármint kinek Ámfieldnak, vagy Barninak, vagy herinek. Nem igazán érdekel, hogy az emberek hogyan értelmezik és elemzik a művészi alkotásokat, de rohadtul, mert én kurvára nem értem sokszor. Szóval nem értek egyet, ugye? Én például nagyon nehezen tudom megmondani egy festményről, hogy ez értékes vagy nem. Én nagyon nehezen tudom. Egy ruháról úgy szintén, egy cipőről úgy szintén. Művészeti alkotási YouTube videó, én azt gondoltam, hogy képzőművészet, vagy, vagy divat, vagy ilyesmi, festészet, szobrászat, divat. Hogyha itt a filmek ilyenek, akkor azt, azt persze azt jobban értem, hogy a videójátékokat pláne. Nem igazán érdekel, hogy az emberek hogyan értelmezik és elmezik, de nem értek egyet. Következő. Inkább az eszed után mész, mint a szíved után. Én úgy gondolom, hogy igen, de azért nem merem teljesen kitolni. Jobban szereted azt tenni, ami az épp kedved van, nem pedig egy konkrét napi rutint követni. Az ez mindenkire igaz. Ez olyan érted, hogy ez, aki, aki olvasott már ö, önfejlesztő könyvet, vagy bármi ezzel kapcsolatos dolgot, az tudja, hogy mindegyik dolog erről szól. Hogy van, leülsz a székedbe, és így mit, mit csinálhatsz? Leülhetek számítózni, vagy elkezdhetem fejleszteni magamat, tanulhatnék, dolgozhatnék valamit, pénzt kereshetnék, akármi. Melyiket könnyebb csinálni? Na mindegy, szerintem ezt ö, megbeszéltük akkor. Szóval... Jobban szeretem azt tenni, ami az épp kedvem van, de ez nem annyira megtérülő. Szóval. Hülye ez a kérdés, basszony. Természetesen a számítózást kell csinálni. Olyan, mint a horoszkóp igazság. csak nem tudom, hogy mi lesz az eredmény itt. Jobban szeretem azt tenni, ami az épkedben van. Ja, inkább a felé hajlok, szerintem. Általában nem fáj azon a fejed, hogy jó benyomást keltettél az emberekben. Hát nyilván számít, hogy kiben basszus. Nyilván számít. Hát amikor mondjuk a. Kadának a szüleit megismertem, nyilván szerettem volna, hogy jó benyomást tegyek, és ne kezdjenek el gyűlölni. De hogyha találkozom, mit tudom én, egy ingatlannossal, vagy egy bankára, vagy valaki valakivel, akivel valószínűleg egyszer találkozom az életemben, nem, nem annyi, nem, nem erős, nem, nem próbálok puncsolni, hogy most jó benyomást keltsek -e, benne. Szóval nem fáj rajta a fejem. Általában nem. Most is ezzel rágódok már, mint mind. Szereted a csoportos tevékenységeket. Ez, ez most mi? Ez most ízé? Ki fog jönni, hogy én a vagyok érdekelt? Csoportos tevékenységet. Jó. Amúgy alapból eléggé ilyen van man dolgoztam sokáig, de például most már úgy van, képzeljétek el, hogy például már a Benszeret bánat is találtam egy vágót. Tehát allokálom itt a feladatokat. Illetve most már találtam valakit. Igen, az van benne. Találtam valakit, aki rövid videókat csinál nekem, és, és meg tudom engedni anyagilag, nyilván ezek nem nagy tételek, de hogy eddig eddig így mindent próbáltam magamtól saját, hogy ezt nem tudom megcsinálni. így nem lehet építkezni. Szóval alapból, szerbus, szia, hello, hogy vagy te, mi a helyzet? Pont meséltem, hogy te kb. ez, ez, ami, ez ami bulvár ilyen timestampünk itt a streambe, hogy te egy megjelensz, így vegzálsz egy kicsit, így kicsit bele, beleavatkozom mindenbe, és utána eltűnsz. Ugye? Nagyon jó. Delegálsz, nem alokálsz, ide értünk. Ja, uh, igazad van, igazad van. Bocs, csak látod, ilyen amikor megzavarnak. Nem, tehát eltűnik az intellektusom. Így elpukkan. Hülyeségeket beszélek. Élő egyenes adásban. Amióta delegálok feladatokat, azóta könnyebb az életem. De nem tudok beszélni. Szeretem a csoportos tevékenységet. Ö, szeretek csapatba dolgozni, csak nem mindegy kivel. Ez is olyan fura érted, hogy szeretek. Ja, inkább szeretek, mint nem. Mi? Mit csinálsz? Személyiségteszt? Mi? Igen. Wow. Haha, -ha, igen. Kada elveszi az eszem. Bár a indul egy cérna gyár ellen lábas. Ops, ops. Egyedül, egyedül le le leverem én itt a izét. Leverem a poharát az, az asztalról, is. És a Vidmen, a Radis Petty, meg a Jó, csak fogják nézni, úristen, ez a bána, mennyi kontit rak ez ki egy héten, azt, ahogy bírhatja. Biztos nem segít neki senki. Nem, nem. Szereted az olyan könyveket és filmeket, amelyeket többféleképpen is lehet értelmezni. Let's go! Nem. De nem neked kell kitölteni. Ez a lényegben, ez az én kis személyiségem. De hát nem hiszem. olyankor te össze vagy zavarodva, nem? Amikor filmet nézünk, és akkor így mi van? Jó, az van, akkor itt egy... De... Azokat nem szeretem. De ne, 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 ne. Az, hogy többféleképpen is lehet értelmezni, szerintem az jó. Az, amikor nem lehet értelmezni, az a rossz. Tehát az, hogyha ha valami abszolút nem logikus, az nekem kifejezetten fájdalmas egy egy, egy történetben. De az, hogy ó, itt több megközelítés, van az már más. Vagy az, hogy megmondja, mire kattinthatsz. Amúgy igen. Léci mutas. Melyiket nyomjam? Azt Na. a itt. Leginkább nem a saját eredményeit tesznek boldogá, hanem a segítesz másoknak elérni a céljaikat. Sajnos nem. Azért nekem fontos az, hogy nekem is sikerüljenek a dolgaim, úgyhogy én nem annyira értek egyet. Annyi minden érdekel, hogy nehéz eldöntened, mit is próbál ki legközelebb. Na, én azt gondolom, hogy ez elég sok ember ilyen. De te, lehet, te ilyen tudod, vagy. Én de én, én el tudom. Én de -hobb én már el tudom. Én 28 éves korom, még én se tudtam. Ugyanúgy csapongtam. Ú, de jó lenne kifesteni ezeket a Warhammer figurákat. Oké. Okay. Most már tudom, hogy milyen figurákat festeni. Szeretem, megtartom. De hogy már nem gyűjtök új hobbikat, nem keresek új fasz, nem kezdek el holnaptól jugiózni. Ja. Nem. Tényleg, cseh, nem fogok. Attól még próbálhatsz ki újat, csak... Persze, de nem, de nem az lesz, hogy tudod, Na jó, akkor holnaptól elkezdek szakszofonozni, mert láttam egy videót, és ez így hmm. kell, veszek egyet, tehát nem. Már már sokkal-sokkal jobban ő, nem tudom, megfontolom ezt, vagy tudom előre, hogy... Nem az, hogy nem keres új érdeklődéseket, hanem így nem ugrik bele rögtön, és nem cikázik több irányba. Nekem van egy hobbi listám például, hogy oké, okay, akkor ez, 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 ezt, ezt varni, ízérni, nem tudom micsoda, de nem feltétlenül baj, mert akkor csapongsz, nem tudsz mindent egyszer. Nekem meg adsz egy Nintendo Switch-et, és így megvan oldva. Ott a nagy pipa. Win. Na jó, persze, hogy több dolog is van. Szóval nem értek egyet. Gyakran tartasz attól, hogy a dolgok rövid idővel rosszra fordulnak. Nem, mm. egyet. Én vagyok az. <gül> Igen. <gül> én, én, nagyon lazán kezelem a dolgokat. Szerintem... Túl lazán. A... Néha idegesítően lazán. Néha így... De most az a baj hogy te itt vagy, és itt tényleg kiderül a személyiségem, hogy itt, itt eleresztesz ilyen kis izéket. Hát néha így, basszus, egy kicsit izgulj már, szóval, hogy így kicsit. De nem tudok, mert az én fe... biztos ilyen voltam régebben. Biztos sokkal jobban megérintett egy-egy ilyen napi cselekedet, vagy úristen ez meg az történt, de már nem annyira. Sőt, szerintem egyáltalán. Ugyanez van nálunk is. Tessék, Vivi az relétel veled. Átérzi. Mm. És amúgy Vivi téged zavar, vagy inkább örülsz neki, hogy valaki kibalanszolja te idegességedet, vagy nem tudom. A csapatmunka során kerülöd a vezető szerepet. Nem nem kerülöm. Egyáltalán nem, vagy művész alkat. Hát, egy kicsit azért, de nem. De. Ezért inkább mű... nem vagyok, én nem vagyok semmibe se túl jó, srácok. Tehát erre én rájöttem. Semmibe sem vagyok kiemelkedő, főleg művészeti téren, de, de inkább az vagyok, mint, mint reál, vagy ilyen, nem tudom, reál tudományokban érdekelt valaki. Tehát ink sokkal inkább a humán vonzott, bölcsészet, művészetek, nyilván zenéltem sokáig, de nem voltam benne kiemelkedő. De inkább ezt mondanám. Ez mi ez a személyiségteszt amúgy most? ez a terem. 16 personalities. Igen, de most ez miért? Most így Miért csinálod? Mert, ö, mert megcsináljuk. Mert, mert most nem volt ilyen kampány téma, úgyhogy ezen, ezen átmegyünk. Nem tudom. Szituáció függő, van, amikor mondjuk jó, ha higgadtan tud gondolkozni egy váratlan helyzetben, például ha eltévedünk, de hosszú távú tervezésben elég idegesítő tud lenni. De... Ja. Na jó, ezt, ezt fejezzük be szerintem te, hagyd el ezt a helységet. Fikázásban kiemelkedő vagy. Köszönöm. Igen. Ha lesz ilyen kérdés, akkor majd tudom, mit kell nyomni. 39 epizód cringe a videó végén, Bandi összetörte a figurát. Azt egyébként úgy festettem ki, meg úgy, az egy hibás nyomtatás volt és Direkt. 20 perc alatt kifestettem. Ilyen szar, tehát semmire nem figyeltem oda. Úgy gondolt, hogy a világ jobb hely lenne, ha az emberek inkább logikusan gondolkodnának a helyet, hogy az érzelmekre hallgatnak. Yes! Sokkal nem, jobb lenne. Nem. De. Nem. Nem. Nem, nem, ezt gondolom? Nem. Nem. Ez, ez nem, ez nem értek egyet. Nem te, azt te nem értesz egyet, de, de én... már el. Például, hogy, hogy... Figyelj, mondj egy helyzetet, ahol az érzelem felül tudja írni a, a logikán. Például, most vannak egy példát, van Ez egy kiskutya, van egy kis kutya, akinek kell gazdát találni, de neked nincs lehetőséget befogadni. Mi a logikus döntés? Keresel neki helyet máshol. Mi az érzelmi döntés? Jó, megpróbálom megoldani. Nem. Lehet az is ö, érzelmi, meglogikus, hogy hogyha nem lenne helyed máshol, lehet, hogy hagynád a fenében, nem? Vagy mire gondolsz. Nem, logikus nem az, hogy hagyom a fenébe a kis kutyát. Találok Tanálok neki helyet, de nem én fogom befogadni, mert Ezt nem tudom nem jó, megoldani. Szerintem. A, a, az érzelmes az az, hogy úristen jó, legyen nálam pár napig, és majd megoldom. Én meg logikusan egyből elmennék egy olyan helyre, ahol értenek hozzá, foglalkoznak ilyen dolgokkal, és ott ott majd segítenek nekem. És akár napokig hetekig Na tessék, segítek. A szerelem ilyen. Ha logikusan gondolkozol nem velem lennél együtt. Ja. De nincs, a szerelemben nincs logika. Tehát most ez mi? Mi? Mi a logika a gondoljuk végig. Hogy valami, valahogy optimalizálod azt, hogy kivel... hogy nem, lenne, nem lennének ilyen szerelmes emberek, meg ilyenek. Mi a lenne? A olyan? szerelem az érzelmekről szól. Tehát Igen. abban nem tudok logikát keresni. Hát, Tehát de az most de, De rossz. egy életszituációban lehet. És ha nintendo szól, ne, ott, ott is logikusan van. Tehát ott se tudok, tehát hogy a nosztalgia az egy nagyon erős érzelem. De szerintem sokszor, ha, ha tényleg belegondolunk, nem az a jó döntés, hanem a logikus döntés. Jó, ez, de ez így, ez így nem jó. Például, régi ez dolgokat kidobni. Szerintem logikus. Valaki meg azt mondja, nem, mert ragaszkodom hozzá. De azt is lehet balanszolni. Szóval Persze, de én nem inkább nem a felé megyek. Nem, nem ez, így, ez így nagyon rossz válasz volt. Ez így nem, Na jó, enne, egyet de nem kell, ez az én személyiség tesztem, for real. Én töltöm. Te ilyen vagy? Ja. Jézusom. Na, most, most akkor ne izét kritizálj engem. Ez borzalmas. Hát most mondjatok valamit. Engem logikusan és érzelemmentesen ignorálnak. Ó, szegény benet. Szerintem az, ha keresel ilyen kompromisszumos megoldást, az pont az érzelmes logika balansza. Uh -huh. Ennek a lesz a vége, szakítós live. Házas vagy bána, ez már a ti személyiség tesztetek. <laughs> <laughs> Most már minden így megy. Én már nem létezem na önálló személyként. Na jó, én azt mondom, hogy menjünk vissza, és próbálkozunk kitölteni. Szereted letudni a kötelességeidet, mielőtt pihennél? Nem. Hát ebben vagyok túl jó. Mm. Az, ez a, ez, a, kis közepes kör, vagy mi az? Yeah. Nem, 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 középen, egy az. Yeah. Köszönöm szépen, hogy segítesz. Konkrétan megmondja, hogy mire bőké. Jó, ez, ez, már, ez már itt évődés, ez már itt bulvár tartalom Jó, chat. Itt most már érted, itt... Uh. Lassan átmegyünk ilyen győzik esóval, nem? Már... Hát mit meg két kamerát barakunk azt itt veszekszünk az, hogy mit, hogy töltsük ki a tesztet. Logikusan keresne bálna párt, akkor me a példája alapján mit keres. Tessék, ez a logika yeah. a szerelemben. Nem legyen sok pénze. A Simán. Vehetnék én is Teslát végre. Nem, mintha kéne. Úristen. Úristen. Te mit vennél? Te mit vennél, hogyha valaki neked adna mondjuk 25 millió forintot, és azonnal el kell költened. 5 percen belül. 5 percen belül? Igen, és tehát több nem lehet. Tehát, hogy nagyobb összeg nem 5 lehet. 5 percen belül 25 millió forintot nem tudsz elkölteni. Egy dolgot perc belőle. Mondom, 5 percen belül nem lehet. Nem kell megvásárolnod, csak eldöntened, hogy mit vennél. Jó, egy, kis lakást. Hol? Most ez számít? Hol találsz 25 millió egy kis egy 30 négyzetméteres garzont? Nem, nem, ha valami ilyesmi. Igen. Tehát te befektetnéd a pénzt. Nem akarnál vele egy világköri útra menni velem. Ó, az is jó ötlet lett volna. Tessék, logika, érzelem. Ő logikusan döntött, én érzelmesen vágtam vissza. De hát Megfordítottuk azért. Felőződött. Semmi, bejöttél a, a zsákutcámba, vagy mi az a, a csapdámba? It's a trap. Megyek. A befektetésből megyek, körül. Ja, persze, a havi albérlet egy ilyen garzonnak az mitől 70 ezer, 80 ezer? Mennyire lehet kiadni? Nem olyan nagyon sokért. Ve, vegyél magyar állampapírt, tessék. Vagy vala, győzik -e coint, vagy nem tudom, valami magyar bitcoint vegyél. És fölmegyek a valamilyen gambling oldalra. Aztán ez el az. Kryptogamblingre -gam elvered. Ja. Szereted nézni, ahogy az emberek vitatkoznak. Uff de mennyire. Igyekszek... <laughs> Mi? van? Tényleg szeretem nézni. Szeretem. És szeretek ilyen, hát nem állást foglalni, de, 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 de szeretek, szeretek érvelni. Mind a két oldalon. Maradhatok, amíg ezt kitöltöd? Igen, csak, csak, ne, csak ne, urald. Ne, ne urald ezt a kitöltést, jó. könyörgöm. Okay. Százár alatt szobár se lehet kapni Budapesten, ideges is, benne. 30 méteres garzon? Az Aha. egy szoba, konyha, fürdőszoba. Igen, de tényleg drágább tényleg, tényleg drágább, nem tudom, hogy... Ja, mondjuk igen, mert az saját lakás, mert egy szobát lehet kapni kb. százért. Aha, igen. De azért nem 200. Most felmenjék neked? Ah, hagyd a francba. Igyeksz el kerülni a feltűnést. Igen. Nem szeretek feltűnésködni sehol. Gyakran változik a hangulatod. Nem. Nem. Könnyen elveszed a türelmedet, ha valaki nem olyan hatékony, mint te. Hát, hát igen. Ah, nem, Inkább szerintem. Gyakran az utolsó pillanatig halogatod a dolgokat. Hát, elég sokan szerintem. Azért nem annyira utolsó pillanatig már, de az eléggé. Na. Hát szerintem egy ilyen kellett volna. Tenni. Ezzel? Nem. Ezzel? Aha. Nem, nem befolyásolsz. Mindig is érdekelt, hogy vajon mi történik a halál után. Hát olyan neutrálisan, hogy annyira azért nem, nem azért annyi időt nem töltök el ezzel. Általában jobban szeresz társaságban lenni, mint egyedül. Húha. Hát annyira nem. Inkább egyedül szeretek lenni. Már mint így... Egyedül <laughs> Kevesebb, mint több emberrel. Hát a társaság azt jelenti, hogy tíz ember, akkor nem. Ha társaság azt jelenti, hogy egy ember, akkor igen, de egyedül is szeretek lenni. Kókemény igazság. A nagyon elvont és elméleti eszmecserék untatnak téged. Azt meg mennyire, mennyire általános kérdés, nem? Mert hogyha itt most meta, fizikáról van szó, az például untat engem. Meg olyan tudományok, amik nem érdekel, meg mit a kocsik, meg foci, meg ilyenek. De azért nem érdekel, mert nem érdekel maga a téma. Hogyha egy olyan témában van eszmecsere, ami elvont, és elméleti, ami még érdekel, az, 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 nem untat engem. Hát de ez mindenkinél így van. De érted, ezért szól ez a teszt, mert nem egyértelmű. Elmondt, untatnak te, nem értek egyet. Könnyen együtt tudsz érezni valakivel, aki teljesen más dolgokon ment keresztül, mint te. Én azt mondom, hogy igen. Én édesanyámtól ezt az egy skillt örököltem, ezt úgy hívják, hogy empátia. Nem tudom olyan jól tolni, mint ő, de, de, szerintem elég jól rá tudok hangolódni. Szerintem, meg is ezt gondolom. Általában addig halogatod a végső döntés az amíg csak lehet. Nem. Ugye nem? Mm -mm. Most, meg miért kérdeztem? Azért, mert hogy, hogy mondtad, szerinted hogy is. nem fogsz megkérdezni, azt mondtad. Nem, azt mondtam, hogy ne te irányítsd. Látom magam hogy Kada már felrobban, hogy ő nem tölteti ki. De szerintem már titokba töltöd, nem? Nem? Ú, olyan empátia nevű izé, nekem is van egy kis bársony van a szék. Hát Szirmi, neked nagyon messzire költözött az empátia, hogy néha szoktam látni a kommentekből. Nem sűrűn szoktad megkérdezni a korábbi döntéseidet? Ágyat értek, nem szoktam megkérdezni. Nem, ez van, az cső. Ilyen vagy. Egy kemény és fárasztó hét után semmire se válsz jobban, mint egy pörgős társaság összejött. <coughs> 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 ez volt a leggyorsabb. <coughs> Kedveled a művészeti múzeumokat? Hát, annyira nem. Komolyan. Vagy nem tudom, hát jó. De van. Legutóbb is. De most okay. meg van, meg. van olyan múzeum, ami úgy, úgy tényleg érdekel, de van olyan, ami be se akarok menni. Érted? Tehát, hogy mit tök, Például én tök szívesen mentem be a Franz Kafka Múzeumba, Kata is tök szívesen bement. Ő egy perc után eldöntött, hogy nem fogja magát jól érezni, mert csak olvasni lehet szöveget. Nem volt érdekes. De én olvasgattam. Meg ugye el voltam. Rájöttél te is, hogy... Hát, nem, tehát igazából felmész a netre, és ott, ott, ilyen tekercseket, vagy írományokat elolvasgatsz. Nem, nem, tehát vizuálisan nem volt izgalmas. Bána, ha túsz vagy pislog. De ez mi Muszáj pislog. hát, jó, ja, jó, ja, oh. Azért, mert nem vagyok az. Ja, bocs. Akkor 50-50. Kedvelem, de nem... nem tehát sok... Például a Picasso Múzeum engem én nem voltam annyira ki tőle. Ja, mondjuk ahol voltunk, ahhoz meg jobban érdekelnek a történelmi... Meg igen, történetmi. tehát én imádom a középkori dolgokat, de ami utána történt, fú, emlékszel arra a barokk ilyen tár... Múzeum hol volt? Várjál. Miről beszélsz? Miről? Ahol nem nem volt itt, van Lengyelországban volt. Hogy? Hogy ilyen... Ö, csak ilyen szent képek, meg Jézus, meg de rohadt ja, nagy ja, múzeum ja, volt. Ja, 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 igen. Na, hát például ott elpusztultam Gyakran kihívás jelent számodra megérteni mások érzéseit. Szerintem nem. Ha hmm, most... nyémekről van szó. De, De Te nagyon impulzív vagy. Te nehéz. De nincs is meg az érzésed. Csak így pulzálsz. Igyekszem mindig ellenőrző listát készíteni a napi tendőkről. Hát néha. Néha. De azért jó ja, azért. Csinálgatom, nem? Hmm, hát mostanában igen. Inkább az. csinálgat. Inkább egyetértek, hogy ja. Ritkán vagy bizonytalan? Elég ritkán, nem? Uh -huh. Nem szeretsz másokat felhívni? Ja, e, is tudom, ismerem ezt az embertípust. Van a családom, a több aki így így. A, a, addig húzza, ameddig lehet, hogy felhívja, nem tudom, a orvosát, vagy könyvelőjét, vagy valakit. Nem tudom, miért. Hát te is. Én. Jó, de az akkor mi nem Az az, 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 a... az hogy elfelejtek. Igen, innen. meg az nem a, nem a hívás maga. Ja, nem. De azt, hát hogy tudod, az nem az is akarok is másokkal hímet, beszélni. Igen ezzel nincs gondom. Sok időt töltesz azzal, hogy megpróbáld megérteni a sajátottól eltérő nézeteket. Az enyémektől igen, de a másokétól is. Szerintem én igyekszem. Ja, végül is kritikus vagyok. Igyekszem. Elég ritkán vagyok bizonytalan, nem? Ez a jó kérdés. Inkább nem telefonálok, elmegyek személyesen. Na hát azért az ritka. Az egész streaming stream is erről szól, Igen? Hát, hogy így végül is jön. Arról, hogy ugye próbálod megérteni. 20 percen keresztül a, a megis reklámot. Igen, de ugye utána meg sok embernek az jön le, hogy ez a bána, ez megint uh, szélsőségesen extrém uh, uh, fröcsögést adott elő, csak azt gondolja, hogy az ő véleménye a jó, mindenki, aki más gondol, idióta. Olyan fura, hogy ez jön le sok embernek abból, amit én mondok. De remélem, hogy egyszer uh, ők is megértenek, és én is őket. Remélem, egyszer eljön ez a, ez a, ez a Szent Nap. A banáti körödben általában te szoktad felvenni a kapcsolatot a többiekkel, és te szervezel különböző programokat. No way. Nem annyira. Nem annyira. Inkább így ez. Mm. Ha valami probléma merül fel a terveid végrehajtása során, a legfontosabb, hogy a lehető leghamarabb orvosold a problémát. Hát ja, szerintem igen. Még mindig rágódsz olyan hibákon, amelyeket régen vétettél. Nem nagyon. Jellemzően nem szoktál a létezésen és az élet értelmi gondolkozni. Közepes. Szoktam. Szoktam, de nem annyira szeretek mostanában, mert úgy vagyok vele, hogy semmire nem jó, nem való. Tehát, hogy... Ezt nekem is ki kell majd töltenem, majd utána kitöltjük. Hát majd persze, kitöltheted velem. Ez én vagyok telefonálni, megkeresni valakit az utolsó pillanatig húzom, mert azzal elkezdődik az esemény sorozat, amitől előre elfáradok. Ja. <laughs> Értem. És amúgy jól látják bánának, mindig igaza van, ja, hogy ne. nem, az a csoki. Azt hagyjuk meg a csokinak, jó? Legyen az a bálnával, hogy bálnának ne. So hmm. Már egy súlytalan fasz, jó? Nem kell, hogy igaza legyen a csávónak. Addig, amíg neki nincs igaza. Na, tessék. Sokkal inkább az érzelme uralkodnak rajtad, mint te az érzelmeiden. Wow, ez nagyon mély. Szerintem nem. nem. Nagyon ügyelsz arra, hogy senkit se tüntes fel rossz fényben, még akkor sem, ha az egyébként teljes mértékben maguknak köszönhetnék. Az a baj, ez nagyon-nagyon emberfüggő. Nincsen egy ilyen nagyobb kör, Az meg. Nem igaz ez. Nem. Tehát miért, miért szerinted én ilyen vagyok, hogy, hogy, hogy nem ügyelek egyáltalán hogy valakit rossz fénybe tüntes, vagy ne tüntessek fel rossz fényben? Nem. De most tényleg, zsigerben a tök államátlen ez. Bocs. Um, Csak igaz, trémekből kiindulva, de amúgy, meg figyelj. ilyen más élethelyzetekben pedig. Bocs. Bocs! Igen, no, ezt, mindig, ezt mindig elmondom, hogy én, én továbbra se rettenek vissza attól, hogy, hogy most, vagy holnap, vagy bármikor a majd. Magyarország legkedveltebb, leghíresebb, legakármilyen előadóját, influencerét, valamit meg meg, 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 nézzem, meg elmondjam róla a véleményemet, hogyha van valami érdekes téma vele kapcsolatban. Abszolút nem, nem, nem érdekel, hogy utána mi lesz az emberek véleménye. De hogy ügyeljek arra, hogy ne tüntessen fel rossz fénybe, szerintem egy ügyelek, tehát nem, nem ez a célom, de ha ez lesz belőle, azt is vállalom. Szóval, na. Jó, 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 akkor melyik legyen? Melyik karika? Most, most azt mondod, nem befolyásolhatlak. Ja, jó. Most így rám nézel folyton, és így megkérdezed, hogy ugye? Jó, ugye? Szerintem egy kicsit ügyelek arra. De ilyen, ilyen, ja. Tehát én nem, én nem, én nem. Tehát, nem. hogyha valaki, és sokan láttam meg, gondolják azt, hogy bármilyen rossz indulatú, én azt gondolom, hogy ezt általában azoktól kapom meg, akik nem ismernek, vagy nem hallgatnak végig, vagy nem tudnak róla meleget. Lehet, hogy volt olyan mondatom, Ö, ö, videóm, esetleg valami podcast, ahol, ahol az jött le, hogy ez egy rossz indulatú megjegyzés volt, biztos vagyok benne. De hogy ezt általánosságban ez egy fő motivum lenne, én azt remélem, hogy nem. Nem így van, és hogy ez nem igaz. Következő a rendszeres konzisztens munkavégzés helyett inkább a spontán aktivitási időszakok jellemeznek téged. Ha valaki sokra tart téged, rögtön azon kezdesz gondolkodni, hogy vajon mikor fog csalódni benned. Nem, nem. Azt hittem, hogy az lesz a kérdés, hogy ha valaki sokra tart téged, akkor az zavará. Kicsit. Tehát nehezen tudok valami. Én ezzel nem tudok mit kezdeni, bár nem is nagyon kell. Nem vagyok akkora vidis vagy influencer, hogy, hogy így azon kell rágondolnom, hogy mindenki felismer, és úristen elkezdenek engem a dicsérni élőben az emberek, és akkor mit fog csinálni? Irolok, írolok, írlok, pirlok. Néha előfordul. De, vagy... és akkor ezt hogy kezelem? sehogy így. Oké, okay. csinálhatunk képet, vagy oké. Okay. Ja, jó, láttál, jó? Vagy nem tudom, hogy Nem ugyan, hat majd. ugyan, ugyanolyan vagyok. Hm. Én, én, olyankor kicsit zavar vagyok, hogy elmegyek kicsit messzebb, vagy így hagylak titeket kibontakozni. Ne. Nem szeretek ilyenkor megszólalni. Igen, én ilyenkor azt érzem, hogy jó, ö, szívesen ott vagyok, beszélgetek egy picit, meg ilyenek, de velem nem történik meg ez ezen mennyiségben, mint mondjuk itt Ádám elmegy vásárolni, vagy a, mit a Majka. Most érted? Tehát, hogy ö, a, aki az minden, minden egyes ember oda mehetne, mert felismeri. Tehát én meg minden, nem egy én ezredik ember volt néga, volt már olyan is ritkán, hogy Úristen! Bála, mit csinálsz itt az ósömbe? És akkor Itt... Vásárolok? <laughs> <laughs> hát <laughs> ja, az. volt már ilyen, hogy így Mit alakítani? keresel itt? A... Úristen, bálna vagy ilyenek, volt ilyen. De általában nagyon nyugodt kis emberek jönnek oda hozzá, tehát, hogy ó, oh, szia! Hát meg nem szó, öt évesek. Ne uh -huh. Az lenne nekem a kínos, hogyha a gyerekek jönnének oda, hogy anya, anya, tudod, hadd Igen, meg mikor lesz vidi, meg. Mit tudom. Azt én lehet, nem tudnám. Én nem tudnám a jól kezelni, mint mondjuk a Owen McKendry. Pokémon? Minek Introvertált, az Exovertáltok a bárokban ülnek. Természetesen azok nem streameket néznek otthon, miközben játszanak, vagy nem tudom, főznek, vagy esznek. Ha valaki sokra tart téged, rögtön azon kezdett gondolkodni, mikor fog csalódni benned? Nem. Olyan munkát szeretnél, amit általában egyedül is végezhetsz? Nem, amúgy nem. Úgy gondolod, hogy időpocsékolás el van filozófia kérdéseken töprengeni? Most hülyeség lenne azt mondani, egyetértek, nem? Bizonyos témában szerintem nem fölösleges. Jobban kedved a nyüzsgő helyeket, mint egy csendes, intim környezetet. Nem igaz. ezt jelenom be. Első látásra tudod, hogy mások hogyan érzik magukat? Az azt gondolom, hogy igen. Csak nálam nem. De amúgy igen. Nem. De az van, hogy érted azért. Én más vagyok. Ja. Inkább a kezelés nehéz nekem. Tehát, hogyha valaki. Mert az van, most ezt nem tudom, lehet, elmondhatom, mert ebben nincs semmi, hogy például, hogyha van egy kérdéses helyzet, vagy egy nehéz ilyen érzelmi szituáció, akkor én általában megpróbálom kezelni a helyzetet, mm. de nem biztos, hogy arra van szükség. Én összeomlok. De nem úgy, hanem mondjuk neked van egy ilyen helyzeted, és én megpróbálom kezelni, ahelyett, hogy csak hagynám, hogy te így ventilálj. Ja, volt, volt már olyan, hogy akkor, tudod, ez a most ne legyél szomorú, azért mert, meg mit tudom mi micsoda, és akkor én meg csak mondom neki, hogy bánom, most egy kicsit hagyd legyek szomorú. Most szomorú szeretnék lenni. Szóval nem hagyod néha, hogy ki... Nem az, hogy nem hagyod, hogy kiégyem az érzéseimet, de te rögtön megoldást akarsz. Én meg szeretem kell, hogy szomorú legyek, meg ilyenek. Na, chat, csináljunk már egy szavazást, hogy ki milyen típus, mert szerintem ez típus kérdés, hogy ki milyen típus, hogy inkább szeret, szereti kiélni az érzelmeit, és, és hogyha szomorú-szomorú, vagy inkább mindig megoldást keres. Tehát egy problémakezelő, meg egy, egy átélős, melyik típus vagy? Mondhatok erre valamit? Hogy Gyerek közelebb. Csak nem akarok látszódni, mert ma például pont Tessék. az volt, hogy. kösz. Ma például pont az volt, hogy sokat sírtam, és kiértem az érzelmeimet, meg ilyenek, és akkor azért nem akartam látszódni. Történt egy kicsit rossz dolog, de. Semmi, 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 semmi extra. Amúgy. Köz. Nem, nem köztünk történt. Nem, meg semmi, mindenki nagyon jól van, egészséges, stb. Na szóval, hogy a gyereknél is úgy van, ugye én, én gyerekekkel dolgozom, és a gyerekeknél is úgy van, hogy hagyni kell, hogy kiélje az érzelmeit, hogyha ő most dühös, ha, ha elesett és fáj neki, meg ilyenek, nem mondod azt neki mindig, hogy katona dolog nem fáj az, nem estél akkorát, át, hanem néha igen, és hagyni kell, hogy igen, ő, ő, is ember, ő is személyiség, el tudja dönteni, most ez neki fáj. Most ő meg van ijedve, most hagyom, hogy kicsit sírjon, megölelgetem, stb., de utána próbálunk egy megoldást keresni, hogy mit szeretnél, szeretnéd, hogy letapasztjam, le lefertőtlenítsem, stb., és akkor ugye az el lehet terelni a figyelmét. De először hagyod, hogy kiélje magát. Mert nem jó az, hogy elesett, és rögtön, á, katona dolog, állj, fölmenj tovább, mert akkor ez benne marad, és így ezt megtanulja. És szerinted ez nem egy olyan dolog, ami, ami egy gyengeség? Nem. Hogyha, hogyha ez, ez így benned van, és nem inkább, hogyha jön egy probléma az életben, vagy egy, egy nehéz pillanat, akkor arra fókuszálsz, hogy minél hamarabb átlendülj. Nem azt mondom, hogy hagyom ott sírni órákat, vagy hogy egész napjára rányomja ezt a billeget, hogy ő most elesett. Jó, de most ez egy, ez egy fiatal ember, vagy fiatal gyerek. De ezt ö... megtanulják, hát tőlünk tanulják az érzelmeiket, tőlük tanulják a természetet. Értem, ráúciókat. de te mondjuk, mit tudom én, mondjuk 20 akárhány évesen, Szerintem, szerinted nem fejlődsz ebben? Hogyha mondjuk 40-50 éves leszel? Jaj, nem azt mondom, hogy nem fejlődök, de hagyom, hogy saját magam jöjjek el, és saját magam fejlődjek. Az egy dolog, hogy van egy kívülálló, aki ad tanácsot. Én például te adtál tanácsot, hogy, hogy, hogy uh, hogyan menjek tovább. Hogyha most van egy érzelmi izém nekem, és akkor hírok, és rosszul élem, meg adsz nekem tanácsot, hogy oké, okay, mi a következő lépés. Ezt megfogadom, de előbb egy kicsit hagyd, hogy hogy kérem az érzelmeimet, és és igen, hogy igen, ez nekem fáj. Majd mindjárt elkezdek gondolkozni azon, hogy hogyan tovább, de most most ez nekem fáj. Most, most egy kicsit hagyd legyek szomorú, most egy kicsit hagyd ki. Ugyanezt van a gyerekeknél is, és ez a baj, hogy ezt tanítjuk nekik, hogy nem fáj az, katonadolog, álljál föl, fussát. Jó, de el. az fizikai fájdalom. Nem, nagyon gyakran nem. Miért? Látom. Azt, hogy katonadolog. Elesett a gyerek, és nem úgy esett el hogy, hogy fájjon, ilyen kis furán, hogy szóval így inkább megijedt, uh -huh. tudod, nem az, hogy, hogy fáj neki, hanem megijedt. Uh, jó, ez komplex kérdés, ja. tehát nyilván nem lehet De ezt ilyen fekete fehéren lesz, látni. Én, lesz, látom. én nem tudom, én, én általában nem is kerülök abba az állapotba, amiből le kellene higgadni. Csak nagyon ritkán. Igen. Kata pedig Sokszor kell olyan állapotban bőle kell higgadni, és ez lassan megy. De mindenki más. Ja, mindenki más. Na, folytassuk. Next. Gyakran érzed magad túlterheltnek? Túl uh, Lóha száll képest, amikor a kínaiaknak dolgoztam. Egyébként mások is ezt, ezt mondják, amit én mondok. Ja. Úgyhogy... Nice. Nem vagy egyedül. Mostanában nem annyira. Mármint, hogy kurva sok dolgot csinálok, nem? Kurva sok dolgot csinálok de nem hallod, nem, nem panaszkodok, hogy mennyire sok a dolgom. Inkább én panaszkodok, ja. hogy sok a dolgod. gyerekeknél tényleg elég sokszor megtörténik, hogy csak amiatt sírnak, mert elestek, nem is a fájdalom miatt. Meg, megijedtek, elestek, stb. Nem rögtön úgy kell reagálni, hogy bocsi, ez ilyen... Az Ezt is tehát egy átmentünk rossz... ilyen pedagógia streambe. Igen, az is egy rossz reakció, hogyha ha elesik, és E ezt a szituációba el lehet dönteni, hogyha elesik, és rögtön oda mész, hogy jó, édes, elestél, fáj, mit tudom én, micsoda, mert akkor ezt megtanulja, hogyha én sírok, akkor oda jönnek, rögtön babusgatnak, sajnálnak. Vannak olyan szituációk, amikor ez van, hogy direkt így elesik, és néz engem, hogy mi a reakcióm, hogy így mit fogok Jó, értem, csinálni. de ebből te mit, mit viszel magaddal? Mert hogy például mondjuk, hogyha ezt várod el másoktól, mikor gyerekektől, hogy ezt jó, éljek ki egy picit, de higgadjanak le hamar, de te mondjuk pont nem ilyen vagy, akkor miért tanítod azt, am tehát miért nem csinálod azt, amit tanítasz? Hogy te is úgy mond, ha valami feldúl érzelmileg, akkor így jó, lehiggadok így gyorsan, minél gyorsabban, nem, hanem így hagyod magad, hogy így kiéld ezt az érzelmet, és csak utána kezdesz el higgadáson gondolkozni. Pedig azt tanítod, hogy, hogy le kell higgadni minél hamarabb. Nem marabban. voltam egész nap a rossz történés alatt. Szerintem. Ahhoz képest, hogy milyen úgymond rossz dolog történt egész gyorsan. Jó, hát én kicsit se. Tehát, hogy hozzám képest elég feldúlt téged. Na mindegy, hagyjuk már a mi kis életünket. Módszeresen végzel a feladataid, és nem hagysz ki egy lépés sem. Hát, annyira nem mondanám. Nem vagyok annyi. Tehát így, én azért nem az, hogy elnagyolok dolgokat, de nem veszek el a részletekben. Annyira. Nagyon érdekelnek az olyan dolgok, amelyek megosztják az embereket. Ja, nagyon-nagyon-nagyon. Hajlandó lennél lemondani egy jó lehetőségről, ha úgy gondolnád, hogy valaki másnak nagyobb szüksége van rá. Aha, inkább, mint nem. Problémát jelent számodra betartani a határidőket. Nem annyira. Biztos vagy benne, hogy végül jól alakulnak majd a dolgok. Így van. Az, ne, az, az nem is a nem annyira volt, ez szerintem az a inkább. Mi? Ez? Az a, az, a, az a nagyon, és a inkább a nem annyira, szerintem az egy adott idő. Mi? Nem az. Hát, hogy így mondhatod, hogy á, nem annyira jelent problémát, és így rákatintasz a középsőre, ami szerintem az, hogy Hát inkább problémát jelent, Nagyon problémát jelent azon meg a nagy. Nekünk. aha, jó, igazad van, jó. Következő, ja, vége. A te személyiség típusod az INFJ a védőügyvéd. a védőügyvédje a védőügyvédek csendesek és titokzatosak, ugyanakkor inspiráló és fáradhatatlan idealisták. Nem. Nem vagy ide. Elmondjam, hogy ez pontosan, hogy értelmezhető? Uh -huh. Az, hogy optimista vagyok, és a legjobb verzióban hiszek mindig. Uh -huh. Kicsit naív hozzáállás az élethez, amikor abban indulsz ki, hogy hogy, mi? hogy inkább abban indulsz, hogy hogy lehetne minden faszal, mint hogy bármi el is romolhat. Egyébként ez a teszt nagyon gyenge, ha az MBT itt nézzük. A kognitív funkciókra nem épít a teszt, holt az alapja az egész elméletnek. Tehát ha kijön valami, nézd meg az adott típus funkcióit, és hasonlítsd azokkal össze magad. Bár látom, hogy fixen IST nek mondanám, bár én ebben az egészben nem hiszek. Jó, figyelj, ezt elmentem, hogy ez micsoda, és akkor majd, majd utána járok. Energia. 51%-ban introvertált. Hát, ja, itt, itt ez nem jött ki jól, mert én eléggé az vagyok. Én, nagyon, én ön nem vagyok. Fedezzük fel a világot, Lets go hírender. Nem. Az introvertált személyek kevesebb, de mélyebb szociális interakcióban hisznek, kedvelik a nyugodt környezetet. Oké, okay, de csak 51%. 68%-ban vagyok intuitív. Érdekes, intézeti szerint nagyon kreatívak, nyitottak és kíváncsiak, sokat tartják az eredeti ötleteket, igyekeznek feltárni a mögöttes tartalmakat, vagy mögöttes tartalmakat ja, ja, igen, és hosszú távon gondolkodnak. Ok. 51%-ban elvi beállítottságú, és 49%-ban logikai. Én nem tudom, ez hogy jött ki. Az elvi beállítottságú személyek számára nagyon fontos az érzelmek oktatása és az érzékenység. Komoly hangsúlyt fektetnek az empátiára és a szociális harmóniára és az együttműködésre. Jó, ez igaz, csak. À, akkor lehet, hogy ebben én megosztott vagyok. 60 százalék vagyok tervező, oké, okay, elfogadom. Wow. Az öntudatos személyek magabiztosak, nem hajlamosak a hangulat ingadozásra, és jól tűrik a stresszt. Nem angodalmaskodnak, a céljaikat pedig magabiztosan igyekeznek elérni. Ez igaz, csak én. Ja, van, igaz? De szerintem az emberi élete során ez így eléggé fluktuál változik sokszor. Az elvnek nem a az ellentéte, hát szerintem se. Szerintem se amúgy. az elveknek az empátiát az meg az érzelmekhez. Nem tudom, ez hogy jött ki, lehet, hogy csak fura volt a megfogalmazása magyarul. A videó ügyvéd típus nagyon ritka, tagjai a népesség kevesebb, mint 1%-át teszik ki. Ez abban nem jelenti azt, hogy ne hagynának nyomot a világban. Született idealisták és moralisták, de ami miatt mégis külön csoportot képeznek, az a bizonyítási vágy és az eltökéltség. A videó nem csupán álmodozók, hanem céljaikat megvalósítani képes emberek, akik hosszan tartó pozitív hatást tudnak gyakorolni a környezetükre. Mindenkiről ilyen jókat írnak? Híres védőügyvédek. Márti Luther King, Nelson Mandela, Teréz és Marikondo. Kondo. És még vannak itt? Lady Gaga, Morgan Freeman, Goethe, és Nico Kidman. All right. Micsoda izék vannak itt? Jon Snow, Aragorn, Galadriel, yeah, what the hell? Oké. Okay. Uh, Aramis. Michael Scofield Prison Break, nagyon azt mondom, az azt az. Ma majdnem más mondtam, majdnem Michael Scottra gondoltam. Jó, hát ez érdekes volt, valamennyire, azért nem mondanám, hogy nagyon, de hát úgy látszik, hogy én vagyok a, én vagyok a védőügyvéd. Úgyhogy lehet, lehet jönni hozzám, perekkel, meg bármikkel.